Az idei Eurovíziós Dalfesztivál azerbajdzsáni képviselője Sabina Babayeva a vendégünk. Szép jó reggelt! Ugye húsvét szombat van, abszolút a húsvét témakörben forog nálunk minden. Az érdekelne, hogy ti szoktatok tojást festeni otthon? Jó reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit, a magyar nézőket! Hello Hungary! És természetesen tiszta szívből köszöntöm Magyarországot húsvéti ünnepek alkalmából. Igen, van tapasztalatom tojásfestésben, tudom, hogy mi az. És mi az étel, amit még szoktatok enni húsvétkor? Mert nálunk van főtt sonka, tojás, esetleg mondjuk tormával, nálatok van valami ilyesmi? Nem? Nem. A mi nemzeti ünnepünk az a neve, hogy Nuvrusz. Ez egy tavaszi ünnep, és teljesen más nemzeti ételeink vannak. Nagyon-nagyon-nagyon finomak, mindenkit meghívok, jöjjenek el, mindent megfőzök önöknek. Hogyan készülsz a dalfesztiválra, mert gondolom azért rendező ország képviselőjeként elég nagy a nyomás rajtad. Számomra nagyon érdekes ez az egész dolog, ez az, amire készültem, amire vágytam. Minden nagyon intenzív, dinamikus. Ez szívemnek nagyon tetszik. Most felvettük a klippet, a dalomat. Minden remek. Hogyan zajlott nálatok a kiválasztás? Hogyan nyertette meg a versenyt? Egy nagy show műsor volt, és több versenyző közül választottak ki végül téged? Igen, nagyon érdekesen zajlott az előválogatás. Több mint 100 résztvevő volt. Több mint 100 énekes volt a kezdeti szakaszon. Utána 8 héten keresztül ment az élő show, ment a televízióba. Ennek eredményeképpen 8 hét elteltével 8 elődöntős került elődöntőbe, utána a döntőbe 5-en kerültek, és 5-ből szerencsére engem választottak be. Ez a dal, ez kifejezetten az Eurovíziós Dalfesztiválra íródott, vagy ez már készen volt? Amennyire én tudom, ezt a dalt kifejezetten az Eurovízió számára direkt alkották meg. És miről szól ez a dal? Azt el tudod mondani, hogy milyen érzésekről szól? Órákig szeretnék és tudnék beszélni róla, mert nagyon szeretem ezt a témát. Egy olyan fiatal lédiről, fiatal lányról, aki egy szomorú szerelemről énekel. Úgy hiszem, hogy a nők és a férfiak többsége ismeri ezt a témát, ismeri ezeket az érzelmeket, az én érzelmeket. És mindenkinek, aki hasonló helyzetbe kerül, átéli a szomorú, viszonzatlan szerelmet, nem vagytok egyedül, az enne egyesít bennünket, köze hoz egymáshoz. Ismered a magyar zenekart, a kompakt diszkót? Meghallgattad már a dalukat? Igen, természetesen hallottam, érdeklődtem, megnéztem a klipet. Nagyon érdekes volt a klip. És gondolom, hogy itt most lesz lehetőségem megismerkedni velük személyesen. És nagyon sok sikert kívánok Magyarországnak az Eurovízión. És hogy tetszik a dal? Tehát első hallás után mit mondtál, amikor meghallgattad? Hi, akkor lehet, hogy a kompakt diszkó nagy vetétársam lehet ezen a versenyen? Ami a vetétársakat illeti, nem nagyon foglalkozom ezzel, mert teljesen arra fokuszálok, hogy a saját számom jól sikerüljön, és az énekem jól menjen. De mint barátok, én bízom benne, hogy találkozunk, és meg összebarátkozunk, és kicsit megtanítok nekik pár azeri szót. Nagyon szépen köszönöm, akkor arra szeretnélek megkérni, hogy énekeld el nekünk ezt a dalt. A dal címe ugye When the Music Dies. Kérlek szépen fáradj oda, és akkor ezt énekeld el nekünk. És amíg odaér Sabina, addig elmondom, hogy a műsor második felében természetesen megnézzük, hogy Pintér András Ferenc hogyan tart a festménnyel. Megkóstoljuk remélhetőleg majd az ételt, és készülnek a tojásfestések. Most át akkor Sabina Babayeva fog énekelni. You were the best of me, the reason that I
So don't leave me now. And I try to keep us alive, but you're cold, cold, cold. Now every second that my heart skips, it ends. But I still wanna keep us alive, but it's cold. It's cold when there's no sunrise.